Hát sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit innen Olaszországból, ezúttal Bibioneból jelentkezem. Egy a magyarok által nagyon közkedvelt és népszerű nyaralóhelyen vagyunk, itt töltjük ezt a hetet, és arra gondoltam, hogy mutatok nektek egy trükköt, hogy hogyan tudjátok az amúgy átlagos, tömegszerű nyaralós fotókat egy picit kreatívabbá tenni és feldobni, úgyhogy ennek fogom most megmutatni nektek egészen a helyszínválasztástól, a modell fotózásától, egészen a Photoshopos utómunka végéig tartó folyamatot bemutatni. Tartsatok velünk! Nulladik lépésként kezdjük azzal, hogy mi az az elem, ami az egyik legfontosabb a nyaralós fotózások során. Én nem sorolok mást ide, mint a jó hangulatot. Ezt a hangulatot jelen esetben pedig egy kellemes koktéllal fogjuk előteremteni. Kezdjük hát a felkészülést a fotózás. Leérkeztünk ide a tengerpartra, úgyhogy első körben vázolnám nektek azt a kreatív ötletet, amit most meg fogunk együtt valósítani. A lényeg az, hogy a vízpartra fogunk állítani egy modellt, akinek a fürdőruháját fogjuk gyakorlatilag egyé tenni a horizonttal, ezzel egy nagyon különleges hatást adva a képnek, és kiemelve még inkább azt a tájat, ahol fotózunk. A megvalósításhoz szükségünk lesz ugyan arra az expozícióra, egyszer modell nélkül, egyszer pedig a modellel benne. Az utómunkánál erre lesz szükségünk, hogy tudjuk külön rétegenként használni, ezért egy háromlábú állványt fogunk lefixálni a homokba, hogy ugyanazt a képet meg tudjuk lőni kettőször. Nem volt a legtökéletesebb napos időjárásunk, némileg szűrt fényünk volt, úgyhogy ahogy láthattátok, igyekeztünk jó pillanatokat kifogni és a derítőlappal korrigálni a modellre vetített fényeket. Lépjünk most át Photoshopba, és kezdjük meg az utómunkát, amivel a végső kreatív megjelenést elérhetjük. Tehát a képet itt láthatjátok beillesztve már a Photoshop programomba. És ahogy említettem, ugye kettő darab fotóra volt szükség, egy, amin a modell is jelen van, illetve egy, amin nincs. Ezt kell beillesztenetek majd ide a háttérre, tehát hogy ez legyen mindenképpen az alsó layer, és akkor láthatjátok, hogy gyakorlatilag az ég, a tenger és a homok legjava az megegyezik azzal a beállítással, amin a modell is jelen van. Így fogunk tudni könnyen dolgozni ezzel. Ez pedig még egyszer ismétlem, hogy úgy érhetitek el, hogy egy tripodot, azaz egy háromlábú állványt helyeztek el a homokba, és erről tudjátok elkészíteni mind a kétféle képet, hogy garantáltan ugyanazt az expozíciót kapjátok. És akkor kezdjünk bele. Ugye a koncepció szerint az lenne a feladatunk, hogy a modellnek a fürdőruha elemeit gyakorlatilag eltávolítjuk erről a layerről, és azokon a részeken a hátsó layer fog látszódni, vagyis azt a hatást kívánjuk elérni, amikor mintha a modell fürdőruhája gyakorlatilag a háttérre megegyező színű lenne, ezzel egy elég kreatív megjelenés fogunk neki kölcsönözni. Amit javaslok nektek korábbi tapasztalataimból, hogy a kijelölésnél itt láthatjátok, hogy vetül bizonyos helyeken árnyék a bőrre, és hogyha kifejezetten csak a ruhánál vágjátok körbe, akkor nagyon zavaró lesz ez a megmaradt fekete folt rész itt, tehát nem fogjuk elérni azt az egybefüggő kellemes látványt, amit szeretnénk. Úgyhogy azt javaslom,
hogy minden esetben a fürdőruhától némileg távolabb helyezzétek el a kijelölést, mégpedig oda, ahol már egységesen világos a bőrnek a színe, úgyhogy én így fogok most tenni. A pentullal, tehát körbe rajzoljuk szépen aprólékosan majd a fürdőruhát, ezután pedig ezt kijelölve a kiválasztott, vagyis a modell rétegéből nemes egyszerűséggel kiradírozzuk, és ezzel fogjuk elérni a háttérrel való egységesítő hatást. A kijelölést azt pedig most felgyorsítom, hogy ne untassalak titeket addig sem. Elkészült tehát ugye a kijelölésünk, illetve ugye a szelekció, és akkor most kellene nyomni egy Make Selection-t, egy pixeles radiusszal nekünk megfelel, és most pedig az Erase, vagyis a Radír eszközzel ki tudjátok venni, ellenőrizzük, igen, a megfelelő layer van kiválasztva, és gyakorlatilag elnézést egy 100%-os opacity-vel el fogjátok tudni távolítani, és kizárólag a kijelölt részre lesz érvényes, hogy így fogjuk tudni elérni azt a hatást, ami ugye előzetesen a célunk volt. És így már láthatjátok is azt, hogy hogy állt össze ez a kép felső rész terén. Amit érdemes ilyenkor még megnézni, hogy közelről hol vétett esetleg az ember hibát a kijelölésnél, ugyanis tudnak maradni ilyen hajszál részletek, ezeket pedig ilyenkor nyugodtan, manuálisan távolítsátok el a fennmaradó részekből, hogy egy egységesebb hatást tudjatok gyakorlatilag elérni. Igen, igen, ezekről beszélünk éppen. Térjünk át akkor a modellnek az alsó részére, az alsó fürdőruha részre, és hasonló kijelöléssel és technikával, ugyanígy figyelve a bőr és az árnyék vetülte különbségekre, jelöljük ki most az alsó részt. Némi finomítás és korrekció után elértük a kívánt hatást. Ilyenkor egyébként azt még nem említettem, hogy egy nyers fotóval dolgoztunk, tehát ezután mindenki tetszés szerint tudja fényelni, illetve színelni az elkészült képet, és utána elkészült a remek mű, amivel új szintre tudtátok emelni ti is, remélem, hogy segítségemmel a nyaralós fotóitokat. Hát ez a mai videó az ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam nektek segíteni ennek a technikának a bemutatásával, és egy újabb kreatív fotós szerkesztési eszközt adtam a kezetekbe, hogy ti is fel tudjátok dobni a nyaralós fotóitokat barátról, barátnőről. Hogyha bármilyen kérdésetek van esetleg ezzel a technikával, vagy más egyéb fotós, videós tevékenységgel, megmozdulással kapcsolatban, azt nyugodtan írjátok le a komment szekcióban. Az elmúlt utazásaim és ennek az olasz útnak is lesz képi kommunikációja, amit az Instagram csatornámon fogtok látni, így hogyha szeretnétek megnézni, akkor mindenképpen kövessetek be,
illetve hogyha tetszik a tartalom, akkor kérlek fontoljátok meg, hogy feliratkoztok. Nagyon szépen köszönöm nektek ezúttal is a figyelmet, sziasztok!